Folytathatja jó sorozatát a Pannergy MVLC Miskolci vízilabda csapat. A rájátszás előző párosításában az UVSE csapatát sikerült háromszor egymás után megverniük, így most az Eger vár rájuk. A rájátszás számukra utolsó párosítás küzdelmei két győztes mérkőzésig tartanak majd. Amelyik együttes megszerzi, azt az végez a számukra még elérhető legjobb 9. helyen a tabellán. Önbizalomban most nincs hiány a miskolci vízilabda csapatnál, nem akármilyen sikert arattak. A rájátszás előző párosításában háromszor egymás után sikerült legyőzniük az UVSE csapatát, ezzel esélyt adva arra, hogy az Egri együttes ellen megszerezzék a tabella 9. helyét. A csapat játékosa szerint nem sokan bíztak bennük, hogy az UVSE csapatán túljuthatnak. Azzal kezdeném, hogy szerintem a párharc előtt ugye rajtunk kívül, a csapaton kívül, meg a stábon kívül nem nagyon gondolták, hogy így 2-0-ás újpesti vezetésben ezt meg tudjuk fordítani, de mi hittünk benne, meg az elvégzett munkában, és hála Istennek sikerült, és tényleg most boldogok vagyunk nagyon. De még most jön egy Egri meccs, ahol nem szeretnénk megállni, hanem mindenképpen szeretnénk megszerezni a 9. helyet. Úgy voltunk vele, hogyha ugye az első meccs Budapesten volt, hogyha azt tudjuk hozni, akkor kerülhetünk egy olyan lélektani előnybe, hogy itthon, hazai közönség előtt nyernünk kell, vagy ki tudunk egyenlíteni. Utána az utolsó meccs pedig az olyan volt, hogyha már eljutottunk idáig, hogy kiegyenlítettünk, akkor nem szerettük volna kiengedni a kezünkből ezt. Egyébként egyáltalán nem volt sima, csak kívülről tűnt úgy, vagy tűnhetett úgy, de ebben nagyon sok meló volt, és tényleg kemény volt. A vezetőedző elmondása szerint hiába tűnt simának utólag az UVS elleni párosításban megszerzett három győzelem, nem volt könnyű dolguk. Simának semmiképpen nem mondanám, mert egyik mérkőzés sem volt könnyű. Ugye az első mérkőzésen idegenbe kezdtünk, eleve 0 pontunk volt, nekünk az egy élethalál meccs volt, tehát egy kicsit görcsös is volt a játék. Sikerült behúznunk ugye 2 góllal, majd jöttünk haza, egész sima mérkőzés, 5 góllal nyertünk, de nem volt ez se könnyű. Azért az UVS-ét 6-7 gólon tartani nem egyszerű feladat. Kialakult az, hogy 6-6-tal mentünk a harmadik mérkőzésre. Ott viszont már nem tudtuk őket 6-7 gólon tartani, mert azért az utolsó pár percre magunkra engedtük őket. Végig vezettünk 2-3 góllal, de a végén egy kicsit izgalmasabbá tettük a mérkőzést. Még egy utolsó támadásba, ember hátrányba ki kellett védekeznünk egyszer. Egyáltalán nem volt könnyű, nyilván nagyon örülünk az eredménynek, most már az Egerre koncentrálunk. Nyilván ez nekünk egy jó dolog, hogy nem is kell annyi olyan messzire utaznunk, a Szentes lett volna a másik opció. Az Egerre koncentrálunk, nagyon szeretnénk megszerezni most már a 9. helyet, ha már így alakult. Várkonyi Ádámot arról kérdeztük, így a 3 egymást követő győztes meccs után hogyan mennek neki az Eger elleni összecsapásnak. Igazából úgy, hogy teher nélkül ugye szangsúlyozta az edzői stáb is, és a vezetőség is, hogy nincsen rajtunk teher, de természetesen szeretnénk megnyerni, mert mégis csak egy presztízs, meg hát azért szeretnénk ezt az úgymond kieséses szakaszt veretlenül zárni, ahhoz viszont meg kell vernünk az Egert. A vezetőedzőtől azt kérdeztük, szerinte erősödött-e a csapat mentalitása az elért sikerek után? Biztos, hogy így van, biztos, hogy jót tett nekik. Remélem, hogy ez most a Eger elleni mérkőzéseken a játékban is továbbra is megmutatkozik, mert ugyan az volt az elsődleges célunk, hogy a 9-10. Helyek valamelyikét megszerezzük, ha már nem jutottunk 8-ba. Viszont én azt gondolom, ha már ideig eljutottál, akkor mivel sportemberek vagyunk, ezért ez az elsődleges célunk, hogy a 9. helyet megszerezzük. A miskolci vízilabda csapat hétvégén idegenben játssza le az összecsapás első mérkőzését. A párosítás esélyeiről Várkonyi Ádámot kérdeztük. Biztos, hogy egy nagyon kemény meccs lesz. Az Egernek van egy jó centere, egy külföldi centere. Rá mindenképpen nagyon oda kell figyelni, de szerintem, hogyha őt valamennyire ki tudjuk venni a játékból, kevés gólon tartani, jól vissza tudunk rá lépni, akkor lehet esélyünk és nyerhetünk. Egerben mindenképpen szeretnénk nyerni, és utána Miskolcon itt jövő héten lezárni a párharcot, ez egyáltalán nem lesz egyszerű. Azért az Egernek is, meg nekünk se úgy sikerült a középszakasz eleje, ahogy akartuk. Ugye mind a két csapat
hátrébről kezdte a rájátszást, ugye mi a 12. helyről, az Eger a 11. helyről talán, ha jól emlékszem, és de hogy most kijött az, hogy a végén ugye egy-két nagyon jó formában levő csapat fog játszani, és tényleg azt fog dönteni, hogy éppen azon a napon ki lesz jobb, és szeretnénk mi lenni azok. Popovics Miklós szerint az Egri csapat nagyon jó karakterekből és kiemelkedő légiósokból áll, rájuk kell figyelni az összecsapás során. Ha ez sikerül, van esélyük megszerezni a 9. helyet. Ugye az köztudott, hogy az Egernek van két nagyon jó légiós játékosa, hát ők nagyon gólerősek, illetve ugye az egyik center, rá nagyon oda kell figyelnünk, de vannak nagyon tehetséges magyar fiatal játékosaik is, illetve van két játékos, akik decemberben még minket erősítettek, és már most Egerben vannak. Őket egy kicsit jobban ismerjük, de ettől függetlenül azért okozhatnak meglepetést. Készülünk mindegyik játékosra, és az Egerre egyaránt. Én azt gondolom, hogyha ugyanezzel a hozzáállással, ugyanezzel a motivációval megyünk medencébe, akkor bármi sikerülhet. Senki nem mondta volna meg 6-0-ról, hogy 3 mérkőzést nyerünk Zsinórban az UVS ellen, úgyhogy az alap és a középszakaszban kutattunk tőlük 2-szer. Ezt is meg tudtuk csinálni, azt gondolom, hogy erre is képesek vagyunk. A miskolci vízilabda csapat tehát szombaton idegenben játssza le az első mérkőzését 18 óra 45 perckor az Eger ellen, majd szerdán hazai vízben játsszák a második összecsapásukat este 7 órakor, amelyet a Miskolc Televízió is élőben közvetít a sportrajongók számára.